Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Cél a megelőzés, szigorúbb szabályok lépnek életbe a szekszárdi bölcsödékben, óvodákban. Útfelújítások kistelepüléseken, egyre több fejlesztés valósul meg a falvakban. 25 éve városbátaszék, átadták a város kitüntetéseit. A Gemenc hangját keresték, idén is megrendezték a könnyűzenei énekversenyt a diákok számára. Odafigyelünk a családokra, segítjük őket, fogalmazott Ács Rezső, Szekszárd polgármestere a Rádió 1-ben, felsorolva a családoknak nyújtott főbb támogatásokat, amikről még a korábbi közgyűlés döntött. A városvezető beszélt arról is, milyen új szabályokat vezettek be a bölcsödékben, óvodákban, hivatalokban a koronavírus járvány megfékezése érdekében. Az a célunk, hogy minél kisebbre csökkentsük a lehetséges fertőzés veszélyét. Ez a gyerekeknek nem okoz komoly gondot egyébként a szakemberek szerint, viszont ők haza tudják vinni, és a szülők, nagyszülőket meg tudják fertőzni. Ács Rezső hetente hallható az ország leghallgatottabb rádió csatornáján. A polgármestere a Rádió 1 szekszárdi stúdiójában ezen a héten arról beszélt, hogy a koronavírus járvány miatt több intézkedést kellett meghozniuk. A polgármesteri hivatalba a korábbi protokoll állt vissza, az oda betérőknek le kell fertőtleníteniük a kezüket és szájmaszkot kell húzniuk. Az önkormányzathoz tartozó óvodákban, bölcsödékben is szigorítottak a gyermekek beléptetésén hétfőtől, így mostantól az országos bevezetett szabályokon túl egyéb regulákat is be kell tartaniuk az érintett szülőknek és gyermekeiknek. A szülőkkel próbálják megértetni, hogy most ebben a helyzetben az óvoda udvaron kell elköszönni a gyerektől, és ott kell állni. Tehát zárt területre ne is menjenek be. Folyamatos a takarítás, folyamatos a fertőtlenítés. Fogjuk mérni minden nap a gyerekek lázát, fogunk kérni nyilatkozatokat, hogy jártak-e külföldön, mikor jártak. Ács Rezső a rádióban beszélt arról is, miként köszöntik a város új lakóit, hogyan támogatják a családokat a gyermekvállalásban. Ezt a törekvést, valamint a hagyományokhoz való ragaszkodást szimbolizálja az a babaváró zászló is, amit a múlt héten tűztek ki a városháza falára. Számos intézkedéssel segítik a szekszárdi családokat, amikről az előző ciklus idején még a korábbi közgyűlés döntött. Az egyik a 6-7-es korban elvégzendő ultrahangos vizsgálat, ez egy egyszerű költség, de a város mindenkitől átvállalja, aki igényli ezt. Azt vallom, hogy nem lehet pénzkérdés az, hogy valaki a saját gyerekének az egészségi állapota, vagy egyáltalán állapota felől megnyugodhasson, és a szükséges vizsgálatokat elvégeztesse, és ezzel ezt alátámasztja. Ez az egyik dolog, ez körülbelül 200 gyereket jelent évente egyébként. A szekszárdi önkormányzat 1 millió forintot költ erre a célra évente. Továbbá a város minden újszülött után adományoz a családnak egy 10 000 forintos kedvezményt, amivel a szülők be tudják szerezni a kezdő csomagot. A városvezetés ezentúl egy kevésbé ismert kedvezményt is biztosít méghozzá azoknak a szülőknek, akiknek 3-as vagy 4-es ikreik születnek. Nekik 1 évig fizetnek egy gondozónőt. Szekszárd polgármestere jövő héten is hallható lesz a Rádió 1 műsorán. Egy nap alatt 844 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 13.153 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma, tette közzé a hivatalos adatokat a kormányzati tájékoztató oldal. Meghalt 5 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 642 fő, az aktív fertőzöttek száma 8.394. Tolna megyében már 142 fertőzöttet tartanak nyilván a járvány kitörése óta. Több koccanásos baleset történt Tolna megyében a hétvégén, az egyik Szekszárdon, a másik a 6517-es úton történt. Utóbbi azért következett be, mert az autósok túl közel haladtak a felező vonalhoz. A 65-ös úton, Tamási külterületén pedig egy vad okozott balesetet. A baleset során a kocsi bal eleje megsérült, az ősz pedig elpusztult. Az ütközésben senki nem sérült meg, közölte a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. 3 útszakasz is megújult a bonyhádi választókerületben. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség képviselője Harcon, Kölesden és Grábócon is arról beszélt, hogy a kormány által elindított pályázatoknak köszönhetően egyre több kis településen tudnak az ott élők életminőséget javító fejlesztéseket végrehajtani.
közös szalagátvágás Harcbel területén, a településen a Magyar Falu programnak köszönhetően 3 utcában újították fel az útburkolatot. Az önkormányzat 28 millió forintot nyert a munkákra. Az átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a Magyar Falu programnak köszönhetően egyre több kis település válik a korábbinál sokkal vonzóbbá. Hétfőn nem csak Harcon, a Bonyhádi választókerület másik 2 településén is adtak át felújított belterületi útszakaszokat. Kölesden egy több mint 400 méteres forgalmas szakasz újult meg 15 millió forintból. Ezt a fejlesztést egy belügyminisztériumi pályázat tette lehetővé. Ezek a felvételek pedig már Grábócon készültek. A településen a polgármesteri hivatal előtti utat burkolták újra a szakemberek. Erre a munkára a Magyar Falu program adott lehetőséget. A település 12 millió forintot nyert a kormány pályázatán. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője az átadás után itt arról beszélt, Grábóc a körzet egyik legszegényebb települése, ezért is tartja különösen nagy jelentőségének az itteni útfejlesztést. Azt gondolom, hogy tényleg jó lenne, hogyha a gazdasági vérkeringésbe és akár a hazai turizmusba jobban be tudnánk ezt a települést kapcsolni. Potápi Árpád János arról is beszélt, hogy a Bonyhádi választókerületben az elmúlt időszakban az útfejlesztések mellett számos közintézményt újítottak fel. Legyen szó akár a községházákról, orvosi rendelőkről, óvodákról, iskola fejlesztésekről, és különböző útberuházások, járdaépítések is zajlottak a körzetben. Idén a Magyar Falu programnak köszönhetően összesen 170 milliárd forintnyi fejlesztésre pályázhatnak a kis települések. A Vörös Kereszt Mozgalom világnapja alkalmából Szekszárdon is rendeztek ünnepséget. Az eseményen azon önkéntesek, támogatók, vöröskeresztes munkatársak vettek át kitüntetéseket, elismeréseket, akik munkájukkal segítik a szervezet humanitárius tevékenységét. A megyei szervezet alelnöke dr. Kis Mária a legrangosabb gyémántfokozatú kitüntetést vett át az eseményen. A vírushelyzet miatt csúszott a szokásos május elejei ünnepség a Vöröskeresztnél, így a világnapi ünnepségre most kerítettek sort a megyei szervezetnél. Ennek fénypontja minden évben az önkéntesek munkájának elismerése. A köszöntő beszédek elhangzása után 14-en vehettek át különböző országos, illetve megyei kitüntetést a szervezetet éltető példás empátiával dolgozó önkéntesek, akiket a Vöröskereszt megyei igazgatója Gulyás Katalin és a megyei szervezet alelnöke Kisné Hóner Magdolna laudációjában személyre szólóan méltatott. Sok-sok önkéntesből a kollégák és a vezetőtestülettel együtt választjuk ki mindig azokat az önkénteseket, akik a világnap alkalmából az év önkéntese lesznek, vagy bronz fokozatú elismerésben részesülnek. Több évtizedes a Vöröskereszt mozgalmat egészségnevelő munkájával, az önkéntesek felkészítésével segítő dr. Kis Mária főorvos, aki a Vöröskereszt szekszárdi szervezete elnökeként is tevékenykedett, gyémánt fokozatú elismerésben részesült. A 2 ezüst mellett egy aranyfokozatot osztottak ki az idén. Ez pedig a teveli szervezet elnöke dr. Antal Tamás kapta, aki példamutatóan gondoskodik az idősekről és a rászorultakról a településen, és igen aktív és eredményes is a viradások megszervezésében. Az ünnepség keretében adták át az életmentő díjat, mégpedig egy bonyhádi fiatal hölgynek, Straubinger Editnek. Várossá nyilvánításának 25. évfordulóját ünnepelte Bátaszék. Az ünnepség keretében vehette át díszpolgári címét Bognár Jenő, aki 28 éven át vezette a várost, és kapott pro urbe kitüntetést Udvardi György katolikus érsek, aki pécsi püspökként kiemelkedő érdemeket szerzett a város templomának újjáépítésében. Ünnepi testületi ülés keretében került sor Bátaszék városán nyilvánításának 25. évfordulójának megünneplésére. Bozsolik Robert polgármester arról szólt, a fejlődés, melyen a település átesett az elmúlt negyed század alatt, a közösségekkel együtt ér valamit, akik megtöltik élettel a mindennapokat. Megítélése szerint egy folyamat közepén tart Bátaszék. Nagyon sok minden történt az elmúlt 25 esztendőben, ami adott egy igen biztos alapot egy kisvárosi élet formának a kialakításához. Viszont vannak még terveink, amiket meg kell valósítani, hiszen jó lenne egy új művelődési központot megépíteni Bátaszéken, vannak feladataink a közműveink tekintetében,
és talán ami a legfontosabb, tovább kell építenünk Bátaszék közösségét. Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megyei országgyűlési képviselő arról beszélt, az atomerőmű fejlesztése minden térségben élő számára lehetőségeket kínál. Nem csak Paksba gondolkodunk, kezdettől azt mondtuk, hanem Tolna megyében, régióban, sebbe Bátaszék is belefér az, és emlékeztettem polgármester úrt is, hogy majd jövök, ez előadást is megtartjuk, hol tartunk Paks vonatkozásába, hogy haladunk, mik a lehetőségei majd a bátaszéki vállalkozóknak. Az ünnepség keretében díszpolgári címet vehetett át Bognár Jenő, aki 4 cikluson keresztül volt polgármestere Bátaszéknek. 69 éves voltam, amikor nyugdíjba mentem, és 28 évig voltam a városnak a vezetője. Úgyhogy akár egy könyvet lehetne írni az embernek a fájdalmairól, örömeiről, de minden esetre én azt gondolom, hogy most jó érzéssel veszem át. Udvardi György katolikus érsek pécsi megyés püspökként elévülhetetlen érdemeket szerzett a bátaszéki templom felújításában. Ezt a munkát díjazták most. Ez számomra egy közösségi élmény, és nyugodtan lehet mondani egy egyházi élmény is, hiszen ebben a közösségben, városban a hitnek és a mindennapi életnek a kapcsolata elevenen tetten érhető, és ezért is örömmel tölt el. Másrészt pedig a személyes megtiszteltetésen túl úgy gondolom, hogy egy közös élményben egy visszajelzés is a közösség felé. Az ünnepséghez kapcsolódóan a II. Géza gimnázium tanulói ismét bemutatták az uralkodó megkoronázásának történetét, melyet 1988 óta minden esztendőben eljátszanak. 25 éves a pad, melyet egy jubileumi napszámmal és dr. Máriás kiállítással ünnepel a Szekszárd Irodalmi és Művészeti folyóirat. Jankovics Zoltán és Dicső Zsolt alapító szerkesztők az alkalomból Szekszárd városért a művészet erejével plakettet vehettek át a város polgármesterétől a Babits Mihály emlékházban. Az elmúlt negyed évszázadot bemutató összművészeti eseményen Ács Rezső kiemelte, példaértékű, ahogyan különböző világnézetű emberek szakmai és emberi kapcsolatokon keresztül hosszú évek óta közösen munkálkodnak, és olyan értékeket hoznak létre, melyekre mindenki büszke lehet. Nekünk mindig fontos volt az, hogy ne csak az irodalmat emeljük ki, hanem a társművészetek is megjelenjenek, és azok a barátaink, akik mondjuk zenélnek, vagy képzőművészek, azok meg tudják mutatni magukat. A gemenc hangját keresték a hétvégén a Szekszárdi Vármegyeháza udvarán. Az ország minden pontjáról érkeztek énekesek a Tolnai megyeszékhelyre, hogy különböző kategóriákban megmérettessék énektudásukat. 68 produkció között osztotta ki a minősítéseket a szakmai és társadalmi tagokból álló zsűri, akik idén is különleges tehetségekkel találkozhattak a színpadon. Tehetséges diákok az ország minden pontjáról, könnyű zenei produkciók, popdal és musical kategóriában, arany, ezüst, bronz minősítések és külön díjak. Erről szól a Gemenc hangja énekverseny. Bár az idei felkészülés és szervezés merőben másképp zajlottak korábbi évekhez képest, végül 68 produkciót értékelhetett a zsűri a Szekszárdi Vármegyeháza udvarának színpadán. A fiatal versenyzők örültek a lehetőségnek, hogy közönség elé állhattak, sokan ugyanis hosszú ideje csak otthon gyakoroltak, online tartották a kapcsolatot énektanárukkal. A karantén óta sajnos, akik énekkel és színészettel foglalkoznak, nagyon sok minden kimaradt az életükből, ugye, nagyon sok korlátozás ugye erről szólt, és én igazából azért jöttem, hogy tapasztalatot szerezzek, barátokat, és hogy jól érezem magam. Volt, aki életében először állt színpadon, de persze voltak gyakorlottabb és visszatérő versenyzők is, ami biztos, hogy egészen különleges hangokat és kiemelkedő tehetségeket ismerhetett meg a közönség. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Polgármesteri biztos neveznének ki Pécsen, az ellenzék szerint csak kifizetésről van szó, nem vonós munkáról.
cél az illegális hulladéklerakók megszüntetése, ingyenes alkalmazás segíthet a pécsieknek is. Még járják a földeket a szakemberek, október közepén keresik a parlagfüves területeket. Újabb polgármesteri biztos kinevezéséről dönthet a pécsi közgyűlés. A javaslat szerint külön személy felügyelné azokat a nagy sportberuházásokat, amik kormányzati forrásokból épülnének meg a következő években. A városvezetés szerint erre külön pozíciót kell létesíteni, amiért 1,1 millió forint fizetés járna a jelöltnek. A korábban a budapesti MSZP-ben is szerepet vállaló jelölt megbízása teljesen felesleges az ellenzéki oldal szerint. Azt mondják, csak újabb kifizetésről van szó. A beruházások menedzselésére vannak megfelelő pécsi szakemberek az önkormányzaton. Polgármesteri biztos irányítaná a pécsi akvapark, az új PMFC stadion, a jégpálya befedése, a sportúszoda és a honvédelmi sportközpont megépítését a Baranyai megyeszékhelyen. Ezt javasolja a városvezetés havi 1,1 millió forintért. Az alpolgármester azt mondja, már dolgozott a város sportcégének, most más feladatot kap. A vezérigazgató melletti főtanácsadói posztból kiemeljük, ugyanis ezeknek a beruházásoknak a megvalósítója már vagyontulajdon miatt is a város lesz, így a város nevében kell eljárni és tárgyalni. Bérkülönbség egyébként bruttó 200 000 forintról beszélünk, tehát most ez egy óriási váltásnak tűnik, de eddig is dolgozott helyettesként, ahogy a korábbi években is voltak helyettesek. Mi azt szeretnénk, hogy ezek a projektek megvalósuljanak. Az alpolgármester azt mondja, a kormányzati topos forrásokból megvalósuló beruházások 40-50 milliárd forintba kerülnek, aminek menedzseléséhez külön ember kell. Ha azt akarjuk, hogy ez a város fejlődjön, ahhoz kellenek tervezők, projektelőkészítők, így ebben az időszakban most is azt tesszük, hogy már nézzük, hogy milyen új projektek előkészítésével, mely cégeket, mely meglévő embereket tudjuk megbízni, hogy mondjuk 23-24-ben ezek befejeződjenek. A javaslat szerint Török Ottót szemelték ki erre a feladatra. A jelölt sportszakmai múltja mellett az MSZP közelében is megfordult önkormányzati képviselőjelölt volt a fővárosban. Az ellenzéki oldal nem ért egyet a városvezetés elképzelésével. Már megint egy szűk kör, jelen esetben egy MSZP-hez közeli pártkádernek a pozíció létesítéséről van szó, aki teljesen feleslegesen fog kivenni a pécsi költségvetésből havonta több mint 1 millió forintot, hiszen ugye ennyi lesz a fizetése az előterjesztés szerint. Ugyanis itt nem lenne másról szó, mint amit egyébként még tavaly év végéig, ugye a Vári Attila által vezetett Pécsi Sport Nonprofit ZRT, azt megoldotta csapaton belül. De van más cége is Pécsnek, ha nagy beruházásokat kell menedzselni, ami jól működik régóta, mondja a frakcióvezető. Itt van a Városházán egy külön városfejlesztési társaság, ez több mint 10 éve jól működik, nem, gyakorlatilag semmi más feladata nincs, mint a különböző beruházásokat és pályázatokat menedzsel le. Itt minden szürke állomány rendelkezésre áll, megfelelő szakemberek, ahogy az elmúlt években úgy most is ott vannak és dolgoznak a cégnél. Tehát semmi szükség egy plusz tanácsnoki, megbízotti pozíciót létesíteni. Létesítettek eleget. A Momentum városi elnökéről, szóvivőjéről van szó, aki félmilliós állást kapott és nem tudnak a munkájáról semmit, mondja Csizmadia Péter. A sportberuházásokért felelős polgármesteri biztosról szeptember 22-én dönthet a pécsi közgyűlés. Az illegális szemétlerakók felszámolásával indult el a Tisztítsuk meg az országot program. Ennek célja a körforgásos gazdálkodásra való átállás, azaz minél több hulladékot hasznosítson újra Magyarország. Jelenleg a tesztüzem zajlik, melynek keretében egy ingyenes mobil alkalmazással jelenthetik be a felhasználók, ha szabálytalanul elhelyezett hulladékot látnak. Ez egész hazánkban súlyos problémát okoz, így Pécset és környékén is. A vasasi városrészben például már 10 éve szennyezi a területet egy illegális hulladéktároló. Szeméthalom és építési törmelék. Ezek a hulladékok nem messze Pécs-Vasasi városrésze mellett hevernek az út mentén. Főként a 400 ágyas klinika kivitelezése után megmaradt sít borítja be az egyébként magánkézben lévő területet. A figyelemfelhíváson kívül nem tehetnek többet, a hatóságok törvényalkotó kezében van a döntés, mondja az egyik helyi egyesület elnöke. Nekik kéne ezt az ügyet kézbe venni. Mi egy dolgot tehetünk, hogy ahol lehet, propagáljuk, felhívjuk a figyelmet, hogy ez itt van, nem jó, hogy itt van, szeretnénk, hogyha elkerülne innen.
környezetet szennyezi, csúnya, barátságtalan lesz tőle a településünk. Idén már 10 éve, hogy a vasasi illegális szemétlerakó a város részképét torzítja. Az építési törmelék mellett egyre több a kommunális és a lakossági hulladék is. A Vasasért Egyesület elnöke, a terület önkormányzati képviselője azt mondja, a civilek összefogása mellett már országgyűlési biztosok is ellátogattak a területre, sőt, pécsi bizottságok előtt is szerepelt az ügy, azonban mindeddig nem találtak megoldást az egy évtizedes problémára. Legközelebb a megoldáshoz néhány évvel ezelőtt voltunk, amikor talán egy ledarált hasznosítása lett volna ennek a dolognak. Itt sok jogi, meg egyéb történet van. Mi ügyfélként a Vasasért Egyesület részéről a folyamatban részt veszünk. Több százmilliója jelenleg kiszabott bírság, de behajthatatlan követelések. Erre jelenthet reménységet a kormány által működtetett új mobil alkalmazás, teszi hozzá a képviselő. A Hulladékradar egy ingyenes applikáció, melynek segítségével bárki bármikor bejelentheti, ha illegális hulladéklerakót talál, vagy tetten ér egy szabálysértőt. Az okostelefonra készített program része a Tisztítsuk meg az országot projektnek. Ennek célja a körforgásos gazdálkodásra való átállás, azaz minél több hulladékot hasznosítson újra az ország. A drónok alkalmazása egyre több területen elterjedt, napjainkban már a szőlőtermesztési feladatokat is megkönnyíti. Alkalmazásuk a területek bejárása, valamint a különböző növények vizsgálata szempontjából is fontos. A hagyományos eszközök mellett léteznek permetező és mintavételező drónok is. Ezek segítségével egyszerűbbé válik a különböző betegségek megállapítása, vagy a növényi kultúra fejlettségi szintjének nyomon követése. Korábban ezt műholdas felvételek segítségével próbálták megtenni, ám ez a módszer nem mutatott pontos képet. Mindezek mellett a drónok használatával csökkenthető a környezeti terhelés is. Egy nagyobb területen nem kell bejárnunk, hosszú időt ezzel foglalkozni, hanem egyszerűen csak berepüljük a területet, megcsináljuk a megfelelő vizsgálatot, fotózás, mintavétel, és utána pedig egy asztali gépen, vagy pedig az adott területen rögtön tudjuk értékelni. Ez nyilván ez akkor is fontos, hogyha mondjuk az adott terület mondjuk fertőzött, valamilyen betegség vagy gomba megtámadta, akkor mondjuk egy növényorvossal együtt megcsináljuk a mintavételezést, és rögtön be is tudunk avatkozni. A parlagfű fertőzöttség megszüntetésére idén nagyobb figyelmet fordítanak a baranyai földtulajdonosok, mint tavaly a hatóság tapasztalatai szerint. A Baranya megyei kormányhivatal rendszeresen ellenőrzi, hogy megjelenik-e valahol nagyszámban a gyomnövény, a földről és a levegőből is figyelnek, valamint lakossági bejelentések alapján is vizsgálódnak a megjelölt területeken a szakemberek. Várhatóan október 2. hetéig tartanak a parlagfűvel szennyezett területek kutatásai Baranya megyében. Helyszíni bejárásokkal és idén kísérleti jelleggel légifelderítéssel is keresték a parlagfűvel szennyezett területeket, mondja a Baranya megyei kormányhivatal osztályvezetője. 160 ezer hektár került felvételezésre, fényképfelvételek készültek, ezeknek a kiértékelése, illetve a helyszínen történő bejárása felmérése az jelen pillanatban is zajlik. Az idei évről a mai napi adatokkal kapcsolatban elmondható, hogy körülbelül olyan 30%-kal kevesebb, mint a tavalyi évben. Eddig körülbelül egy olyan 180 darab hatósági eljárás indult, és körülbelül egy 50 darab közérdekű védekezés került elrendelésre. A bírságok, amiket ezekre kiszabtak, meghaladják az 1 millió forintot. Azokon a területeken van sok parlagfű, ahol megbolygatják a földet. Tehát a mezőgazdasági tevékenység vagy más talajmunkák kedveznek az allergén növény fejlődésének, mondja a szakember. A parlagfű szennyezettséggel kapcsolatban elsősorban a tarlók jelentették, illetve a kapás kultúrák, és ezek közül is a napraforgó az, ami a legnagyobb problémát jelenti. Ezekben a kultúrákban, a napraforgó kultúrában ugye a desszikálások, az állományszárítások megindultak, aminek következtében várható az, hogy egyre kevesebb pólen kerül a légkörbe, illetve a tarlóápolási munkáknak is a vége felé járnak a gazdák, tehát ennek következtében is számíthatunk arra, hogy kevesebb pólen kerül a légkörbe. Idén 60 lakossági bejelentés érkezett a hivatalhoz, amik alapján ellenőrizték a megjelölt területeket a szakemberek. Egészen október 2. hetéig folynak a kormányhivatal felderítési munkái. A tapasztalatok alapján eddig várható a parlagfű pollenjeinek megjelenése a levegőben. És végül nézzük Tolna megyei témáinkat még egyszer röviden. Cél a megelőzés, szigorú szabályok lépnek életbe a szekszárdi bölcsödékben, óvodákban. Útfelújítások kis településeken, egyre több fejlesztés valósul meg a falvakban.
25 éve városbátaszék, átadták a város kitüntetéseit. A Gemenc hangját keresték, idén is megrendezték a könnyűzenei énekversenyt a diákok számára. Kedden folytatódik a meleg, nagyrészt derült nyárias idő, legfeljebb kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadékra továbbra sem kell számítani. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!